egy zeneszerző tud operálni, az a tempó, a hangmagasság és a hang nem. Vidám dologról beszélünk, gyorsan fogjuk játszani, magasan. Mélyen játsszuk, és most a hangnemet is meg fogjuk változtatni, mert az mollban lesz. Az elektronikus cellónak az a igen nagy előnye, hogy a hangjával gyakorlatilag bármit csinálhatunk, eltorzíthatjuk, elferdíthetjük, adhatunk rá egy kis delay-t például. Ez rockerek számára egy igen hasznos dolog, a torzító pedál. Ugye alapból... szerkezet, amivel itt a színpadon föl tudom magamat venni, és az a szerkezet visszajátsza.